Több mint két hete üresek a Nyíregyházi Egyetem kollégium épületei, igaz nem teljesen, a külsős hallgatók és lakók maradhattak az egyik tömbben. Mint a Felsőoktatási Intézmény Védekezési Munkabizottságának vezetőjétől megtudtuk, a többi kiürített épületrész hasznosításáról továbbra sem született döntés. Konkrét információink arra vonatkozóan még nincsenek, hogy a kollégiummal mi a szándék, viszont azt tudom, hogy kormány megbízott úr már megkereste a rektorasszonyt, hogy amennyiben a helyzet olyanná válik, akkor egészségügyi célokra igénybe fogják venni a kollégiumot. De erről még semmilyen írásos határozatunk, döntésünk nincsen. Azt tudjuk, hogy a kiürített egyes és kettes épületet, valamennyi helyiségét lefertőtlenítették, tehát ha szükséges, akkor rendelkezésre áll az egészségügyi célokra, a védekezésre, illetve bármilyen olyan feladat ellátására, amit meghatároznak ezen épületek számára. Az egyhetes tavaszi szünet után múlt héten távoktatás keretében indul be újra a fél év. Hallgatók nem látogathatják az egyetem épületeit, a szakmai gyakorlatokat sem kell teljesíteni ez idő alatt. A munkatársak közül pedig sokan otthonról végzik el feladataikat, ahogy a Védekezési Munkabizottság is többször online ülésezik. Arra kérdésünkre, hogy mik a távoktatásról elmúlt másfél hétben szerzett tapasztalatok, Alkóné Rudolf Éva azt válaszolt, amivel az oktatók már korábban kidolgoztak ilyen típusú képzési formákat, még ha ezeket csak kevés szakon is használták élesben, nem okozott nagy nehézséget az átállás, a visszajelzések ezt mutatják. Hozzátette ugyanakkor, egyes esetekben még bővíteni kell az infrastruktúrális hátteret, ami folyamatban van. Az intézményben tehát rendben folytatódik a szorgalmi időszak, és az egyetem jelenleg úgy is készül, mintha a tanév további része a normális ütemterv szerint zajlana. Nagyon szeretnénk tartani a szorgalmi időszakot, szeretnénk tartani a szakdolgozatvédésének az időpontját, szeretnénk a záróvizsgák időpontját tartani, jelen állapotban még ezt tudjuk mondani, de természetesen, amint ez bármilyen nehézséget fog okozni, észleljük, hogy a helyzet nehezedni fog, tehát az egészségügyi helyzet nehezedni fog, akkor erre vonatkozóan is döntést kell majd hoznunk, hogy meghosszabbítjuk-e a tanévet vagy sem. Most még jelen pillanatban az a tervünk, hogy minden a maga szerint megy, ahogy eredetileg is elterveztük. Az intézmény által korábban meghozott rendelkezések továbbra is érvényben vannak. Külföldre például ugyanúgy nem mehetnek jelenleg a hallgatók, oktatók. Az erre vonatkozó szándékukat egyébként be is kell jelenteni az egyetemnek a fenntartó felé. Van egyébként olyan munkatárs, aki külföldi ösztöndíjról érkezik haza a napokban. Neki 2 hetes házi karanténba kell vonulnia.